Szalai Máté, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Az élet úgy hozta, hogy telefonon beszéljük meg ezt a témát, aminek a középpontjában Irán áll, és egy nagyon bonyolult rendszernek az egyik eleme, mondhatni most ebben a beszélgetésben a központi eleme. Irán az, amellyel a bideni amerikai vezetőit szeretné újra kötni az atomalkút, amit ugye még Trump rúgott föl arra hivatkozva, hogy Irán abszolút nem tartja be az abban szereplő előírásokat. Szerepel Oroszország, amely különleges kapcsolatokat épít folyamatosan Iránnal, és legutóbb ide drónokat, rakétákat vett tőle, tehát a háborús erőfeszítéseiben is részt vesz. Szerepel Izrael, amely folyamatosan az elmúlt években próbálta megsemmisíteni azokat a telephelyeket, ahol Irán uránt dúsított és túllépte volna Izrael megítélése szerint a neki megszabott határokat, illetve támadta Szíria területén az Irán által pénzelt különféle terrorista szervezeteknek a telephelyeit is, és hát ott van Európa, amelyik szintén nagyon szeretné megkötni Iránnal ezt a atomalkut, mert több energiahordozóban reménykedik egy a világpiacra is lét kilépő Irántól, és hát ne felejtjük el, hogy az iráni érdek is ott van. Egy hát legalább 50%-os inflációval küzdő ország, amelynek a lakossága körében növekvő elégedetlenség van a gazdasági bajok miatt, és hát erre az iráni vezetés szintén ezt a megoldást tudja, hogy kiegyezni valamiképpen a nyugattal. Hogy látja ezt az egész bonyolult konglomerátumot most éppen, merre gurul a labda? Igazából az az izgalmas kérdés, vagy nyilván az egész egy izgalmas kérdés, vagy izgalmas téma, de számomra az a legérdekesebb, hogy igazából az elemzői konszenzus, a kutatói közösségnek a megítélése az iránnyukulás megállapodással gyakorlatilag hétről hétre változik. Most éppen abban a helyzetben vagyunk, hogy egyre több ismét a pessimista hang, hogy az iránnyukulás megállapodás megkötésre kerülhet a következő szakban, de elég csak mondjuk egy hetet visszamenni az időben, vagy kettőt, augusztus végén még mindenki nagyon optimista volt, és arról beszéltek, hogy igazából napok vagy hetek kérdése az, hogy megállapodjanak a nagyhatalmak. Ez a libikóka, vagy hát ez a folyamatosan változó megítélés, az igazából legalábbis tavasz óta tart, amikor úgy tűnt, hogy sikerül egy nagy áttörést elérni a tárgyalásokban, de aztán ismét, vagy hát újra visszatértünk az első kiindulópontra, és hát vannak olyan elemzők, akik nem csak pesszimisták, de azt is mondják, hogy igazából a vitás kérdések száma az Egyesült Államok és Irán között növekszik. Tehát igazából, hanem távolodnak egymástól. Hát ez nagyon aggasztó azért sok szempontból. Hát nézzük ezeket a kérdéseket, hogy mi nő, minek a száma nő. Voltak egészen irreális iráni követelések, de hát a tárgyalások elején mindig így van, hogy megpróbálnak elmenni a falig. Ugye az iráni forradalmi gárdát azt vegyék le a terrorszervezetnek minősítettek listájáról, amit a USA közölt, hogy nem teszi meg, aztán Irán is, mint a lemondott volna róla. Mi volt még, amit bedobtak, és mi volt még, amit plusz előhoztak most a felek? Igazából szerintem a legfontosabb kérdés az kettő, azokon túl, amiket említett. Az egyik az, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek van egy folyamatban lévő vizsgálata, nyomozása azzal kapcsolatban, hogy Irán vajon megszegte a nemzetközi kötelezettségeit. Ugye ezek a nemzetközi kötelezettségek nem a nukleáris megállapodással kapcsolatosak, hanem az atomsorompó egyezménnyel, ezzel a nagyon széleskörű multilaterális szerződéssel, amit a 60-as években kötöttek, és amelynek Irán is a részese, és ez gyakorlatilag a szerződés azt mondja, hogy minden államnak joga van ahhoz, hogy békés célú nukleáris programot folytasson, de nem szabad katonai célokra felhasználni ezt a technológiát. Irán ennek a részese, sőt, hát még ennek egy kiegészítő jegyzőkönyvét is aláírta a 90-es években, hogyha jól emlékszem, amely nagyobb monitoring lehetőséget, nagyobb ellenőrző lehetőséget biztosít a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség számára. Szóval a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ezt vizsgálná Iránnal kapcsolatban, és folyamatosan hozza ki a jelentéseit. Ezek a jelentések arról szólnak, hogy nem tudnak vizsgálni Iránban eleget, ahhoz, hogy megállapítsák, hogy milyen irányban mennek a folyamatok, de rengeteg az aggasztó jel. Na most Irán erre azt mondja, hogy ez egy politikailag motivált vizsgálat, és ezt szeretnék, hogy megszüntessék.
minél hamarabb. Ez egyik vitás kérdés. Hát a másik vitás kérdés pedig az lenne, hogy Irán valamilyen garanciát szeretne kapni arra, hogy az Egyesült Államok nem fog újból kilépni a megállapodásból. Ugye ez a 2015-ös nukleáris megállapodás akkor dőlt össze, amikor Donald Trump elnök vezetése alatt az Egyesült Államok felmondta ezt a szerződést. Ez igazából az iráni nukleáris megállapodás továbbra is életben van jogilag, csak az Egyesült Államok már nincs benne, viszont benne van Irán, benne van Nagy-Britannia, Franciaország, Németország, Oroszország, Kína és az Európai Unió. Ettől függetlenül nem működik maga a megállapodás, hiszen a legfontosabb fél az Egyesült Államok kilépett. Tehát igazából az iráni vezetés, hát mondhatjuk úgy, hogy az ő szempontjukból jogosan nem bízik abban, hogy az Egyesült Államok ezúttal tartja a szavát, úgymond, és nem lép ki két évvel később, vagy három évvel később a megállapodásból. A másik oldalról viszont amerikai nézőpontból azt mondják a diplomaták, hogy ilyen garanciát nem tudnak adni. Az amerikai jog az nem teszi lehetővé azt, hogy egy adminisztráció, egy kormány megkösse a jövőbeli kormányoknak a kezét ilyen megállapodásokkal kapcsolatban. Nyilván a jogi úton túl lehetne politikai, gazdasági garanciákat adni, tehát például befoglalni a szerződésbe, hogy amiben az Egyesült Államok kilép ebből a szerződésből, akkor nem tudom, mekkora összeget kell fizetnie Iránnak. Hát ez is egy megoldás lehet, de hát megint felmerül a kérdés, hogyha az Egyesült Államok úgy dönt, hogy nem tartja be a megállapodást, akkor ezek a passzusok ugyanúgy érvénytelenek lennének. Én azt gondolom, hogy ez a két fő kérdés, de ezen túl még vannak kisebb kérdések, amelyekben vitáznak a felek, de azt hiszem, hogy ezek a meghatározóak. Az első ön által említett témához tartozik az, hogy találtak olyan urán dúsításra utaló jeleket olyan telephelyeken, ahol Irán egyébként, amiket nem jelentett be, hogy kísérletezésre használ föl. És akkor Irán azt akart, hogy ezeket a nyomokat, hogy mondjam, semmisítsék meg, vagy ne vegyék tekintetbe. Így van. Ráadásul Irán még a nyár elején úgy döntött, hogy gyakorlatilag üzemen kívül helyezi azokat a megfigyelő kamerákat, amelyek a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek az elsődleges módja, eszköze arra, hogy lássa, hogy mi történik Iránban. De hát azt egyébként az irániak is már bejelentették, hogy messze magasabb szinten dúsítanak uránt, mint ahogy azt békés célra föl lehetne használni, és hát egyre több az aggasztó megnyilatkozás az iráni vezetők részéről, amelyek arra utalnak, hogy igazából a technikai feltételek adottak ahhoz, hogy egy nukleáris robbanó töltetet mondjuk létrehozzanak az országban. Hát mindenképpen aggasztó a helyzet, és hát sok jel mutat arra, hogyha Iránnak nem is az az elsődleges célja, hogy nukleáris fegyvert fejleszten ki, attól függetlenül igazából nagyon-nagyon közel kerül ehhez a szinthez. Na de ha közel került ehhez a szinthez, akkor mit tud Irán fölajánlani a nyugatnak? Azt már nem ajánlhatja föl, hogy a dúsítás bizonyos szint fölött nem folytatja tovább, mert hát, ahogy ön mondta, maga jelentette be, hogy de. Megtették. Hát igen. Nagyon jó a kérdés, és hát rengeteg szakértő mondja ezért, pont ezért azokért, hogy igazából a nyugatnak egyre kevesebb a motivációja arra, hogy ezt a megállapodást megkösse. Ugye igazából az eredeti megállapodásnak is az volt a logikája, hogy nagyon nem tudja vékenység megkötni a nemzetközi közösség Iránnak a kezét, tehát ha Teheránban megszületik az a döntés, hogy mi nukleáris fegyvert szeretnénk kifejleszteni, akkor végső soron nagyon, nagyon nagy mozgásteren is a nemzetközi közösségnek, hogy ezt azonnal megszüntesse, vagy azonnal fellépjen ellene, de ki akarták azt az időt, ami eltelik a politikai döntés és a tényleges nukleáris fegyvernek a kifejlesztése között. Ezt nevezhetjük mondjuk küszöbb időnek, tehát az az idő, ami a tényleges végrehajtását jelenti a nukleáris ambícióknak. Itt azt mondták a szakértők a 2010-es évek közepén, hogyha ezt a küszöbb időt sikerül egy évre, két évre kitolni, az már elég mozgástrend jelent a nemzetközi közösségnek arra, hogy ez az egy-két év alatt föllépjenek, akár megpróbálják Iránt lebeszélni erről, vagy akár katonai más módokon is fellépni, hogyha szükséges. Na most ez az egy-két éves küszöbb idő, ez ma már szinte lehetetlennek tűnik. A szakértők azt mondják, hogy ha még meg is köttetik a szerződés, az új nukleáris megállapodás, akkor ez egy-két év, ez mondjuk egy-két hónapra csökkenhet. Hát nyilván látnunk kell majd a pontos technikai részleteket,
de mindenképpen látható, hogy Iránnak sokkal jobb lesz a helyzet ezután a megállapodás után, mint az előző megállapodás után, ami rengeteg szereplőt aggodalommal tölt el, és hát Iránt pedig magabiztossággal tölti el, pontosan tudják, hogy sokkal nagyobb árat kérhetnek meg azért, hogy bármilyen változtatás hozzanak, vagy hajtsanak végre a nukleáris programjukban. Viszont egyébként paradox módon ők is azt érzékelik, hogy azért azt a nagyon pozitív gazdasági atmoszférát, amit az első nukleáris megállapodás létrehozott, amikor az európai cégek rohantak befektetni az iráni energiapiacra, az iráni gazdaságba, ez nem fog megtörténni, mert a nemzetközi megfigyelők is aggodalommal figyelik a folyamatokat, tehát igazából elsősorban kereskedelmi, külkereskedelmi javulást várnak, nem befektetés ösztönzést például. Az amerikai kormányzat azt mondja, hogy Európának akar segíteni azzal, hogy az atomalkut megköti, mert akkor Európa hozzájut energiához. Irán még azt is hozzáteszi, hogy akkor tudna szállítani földgázt Európának, de én meg úgy tudom, hogy hát földgázból nincsenek jelentős készletei Iránnak, aztán olyan csővezeték sincs, amin keresztül ezt el lehet juttatni Európába. Tehát ez így magában tiszta parasztvakításnak tűnhet. Persze lehet, hogy az a forrás, amit én láttam, az téved. Én azt gondolom, hogy ez a kérdés, ahol a parasztalkítás és a stratégiai előny között van félúton. Én egyetértek azzal, hogy ezt kicsit túl írják, vagy túl gondolják a szakértők. Az iráni energiaszektornak a technikai háttere az korlátozott, tehát elég sok probléma van logisztikailag a rendelkezésre álló infrastruktúra szempontjából. Tehát itt igazából, amiben Irán tudna segíteni, az egyrészt az olajexport, szerintem az lenne a legfontosabb, hiszen azt hajókon ki lehet vinni az országból, vagy hát valamilyen cseppfolyósított földgáz szállítmányokkal, de valóban ez itt elég korlátozott szerint. Szerintem egyenlőre a kiviteli potenciál, és hát ráadásul nagy kérdés, hogyha most akár holnap bejelentik, hogy megvan a megállapodás, akkor sikerülne ezeket az egyezményeket megkötni, és az infrastruktúrás hátteret biztosítani a tél elejéig, ami Európa számára kritikus lehet. Tehát én is egyetértek azzal, hogy ez stratégiai szempontból nem oldaná meg a helyzetet valószínűleg, de kétség kívül jelentene valamekkora a lehetőséget Európa számára, hogy kicsit rendezze viszonyai, de én azt gondolom, hogy Európa is azért más irányokba is néz. Ugye például Olaszország rengeteg, vagy nagyon aktív diplomáciai tevékenységet folytat most Algériában, Egyiptomban, még akár Líbiában is, hogy valahogyan az energiát, az energiaforrásokat biztosítani tudja, és Iránra is úgy gondolok, hogy potenciális partner, meglátjuk, hogy ez erre a térre lesz-e bármi relevancia ennek a kérdésnek. Közbevetőleg nem egészen ide tartozik, de ha már említette, Izrael nem tud földgáz szállítani Európába, ugyanis korábban az volt a helyzet, hogy Egyiptomtól vették a földgáz, aztán lettek saját mezőik, tengeri is, most fedeztek fel egyébként egy újat, már el is kezdődött a húzakodás a Hamasszal, de ez egy más történet. Szóval az izraeli szállítások azok ki vannak zárva Európába, vagy nem tudjuk, hogy mi ezzel a helyzet? Nincsenek kizárva. Itt nyilván egy energetikai, logisztikai szakértőt is érdemes megkérdezni ebben a kérdésben. Én úgy látom a kérdést, hogy az izraeli gázvagyon az nem akkora mértékű, hogy az egész kontinens számára stratégiai különbséget jelentsen, és ráadásul, ahogyan is említette, a Hamaszon kívül még rengeteg szereplő benne van ebben a kelet-mediterráneumi földgáz kérdésben, és valóban mondjuk Európa is ösztönözte azt, hogy mondjuk a görög-izraeli együttműködés, vagy a görög-izraeli egyiptomi együttműködés az erősödjön, vagy az, hogy a török-görög viszony egy kicsit javuljon, és sikerüljön ezeket a kérdéseket kevésbé politikai síkon rendezni, de hát ezek nem fognak a következő hónapokban áttöréshez vezetni. Szóval visszatérve az amerikai érdekekhez, a Biden azt mondta, hogy Európának szeretnének segíteni az atomalkuval. Amerikai belpolitikai érdek nem fűződik az alkuhoz? Én szerintem ellenérdek fűződik hozzá elsősorban. Azt lehet látni, hogy az iráni kérdésnek a megítélése az nem a demokrata-republikánus vonalon dől el. Azt lehet mondani, hogy azért a demokrata
centrum, tehát a központi része a pártnak, illetve a republikánusok pártnak szinte az egésze az ellenzi a megállapodást. Ugye ez már Obama idejében is így volt, hogy a belpolitikai támogatottsága igen alacsony volt ennek a megállapodásnak, és ezért sem gondolom, hogy mondjuk a Biden adminisztráció arra fecsérelné a belpolitikai tőkéjét, hogy ezt a megállapodást mondjuk jogilag megerősítse a kongresszusban. Ugye ehhez arra lenne szükség, hogy itt az időközi, vagy a félidős választások előtt valamilyen jogi módon ezt megerősítsék, amíg a demokrata többség adott a kongresszus mindkét házában, de még az is nagy kérdés, hogy akkor sikerülne. Én inkább azt hallom, vagy azt érzem, hogy ez nem lenne meg a megállapodás mögött, aminek számos oka van. Nyilván az egyik legfontosabb az, hogy Irán már 1979 óta, tehát az iszlám forradalom óta benne van az amerikai politikai életben, mint egy ellenségkép, és úgy szocializálódtak a politikusok, a döntéshozók, az elemzők, hogy Iránnal nem lehet együttműködni érdemben, és nincs meg az a kritikus támogatottság egy békülékeny fellépés mögött, ami szükséges lenne ez. A másik dimenzió pedig az, hogy a demokrata párti politikusoknak egy része, illetve a republikánus politikusoknak is egy jelentős része fontosnak tartja az amerikai-izraeli kapcsolatokat, és hát hallják azt, hogy az izraeli kollégáik az eléggé negatívan ítélik meg ezt a megállapodást, és ezért ők sem támogatják ezt a közeledést Iránhoz. Nyilván Izrael mellett ott van még Szaúd-Arábia és más arab államok is, amelyek lobbizhatnak akár a megállapodással szemben. Nemrégiben egy magasrangú izraeli tisztviselő, tehát a kormány egyik tagja utazott el Washingtonba, hogy meggyőzze az amerikaiakat arról, hogy ezt a alkut nem szabad megkötni. Mert van itt egy külön izraeli érdek, nem is véletlenül, hiszen napjainkban, ebben a pillanatban Izraelnek sok ellensége volt már, amelyekkel különféle háborúkat is hívott, és kétségtelen Irán jelenti most rá a legnagyobb veszélyt. Ez kétség nélkül így van. Ennek következtében Izrael az elmúlt években rakétacsapásokat hajtott végre iráni területeken, vagy szíriai területeken, iráni érdekeltségek, mondjuk különféle terrorista csoportok telephelyein, és hát a viszony az a lehető legrosszabb, tehát az, hogy Izrael eltörlésével fenyegetőzett naponta az iráni vezetők, az már megszokott. Mi az, amit Izrael itt egyáltalán tehet? Ha mégis megkötik ezt az alkot, akkor mi lesz? Nagyon jó a kérdés, és őszintén szóval fogalmam sincs, de azt gondolom, hogy senki nem tudja pontosan, mi fog történni, hogyha megkötetik ez a megállapodás. Ráadásul csak, hogy még egy borúsabb képet fessek föl, én azt gondolom, hogy ezt a kérdést nem csak akkor kell föltennünk, hogyha megállapodás van, hanem ettől függetlenül is. Tehát, hogy ha van megállapodás, ha nincs, az eszkaláció veszélye az ott lesz folyamatosan. Pontosan azért, amit az előbb beszéltünk, hogy az iráni képességek, nukleáris képességek már olyan szinten vannak, hogy igazából már átlépték azt a vörös vonalat, amit izraeli vezetők igazából évtizedek óta deklaráltan követnek, vagyis az, hogy Iránnak nem szabad nukleáris fegyver kifejlesztéséhez közel kerülnie. Tehát igazából az izraeli nemzetbiztonsági stratégia, nemzeti biztonsági doktrinák szemszögén keresztül azt láthatjuk, hogy teljesen érthető lenne, hogy Izrael miért indítana bármikor egy katonai csapást iráni létesítmények ellen, ahogyan is erre már volt precedens különböző módokon. Nyilván most nem csak arra kell gondolni, hogy egy izraeli repülő berepül az iráni légtérbe, és ott bombáz különböző létesítményeket. Többek között azért sem, mert ezeknek a létesítményeknek egy része a föld alatt van, hanem más módokon is be lehet avatkozni. Ugye lehetnek szabotázsakciók, lehetnek ugye vírusok a digitális hadviselésen keresztül beavatkozni a folyamatba. Tehát más módok is rendelkezésre állnak, illetve hát sok szakértő említette azt, hogy nem szabad csak Iránra fókuszálni. Ahogy ön is említette, az iráni fenyegetés az több annál, mint hogy egy állam, amely nem is semmi szomszédos Izraellel, az fenyegetés jelent, és konvencionális módon támadná Izraelt. Igazából azt láthatjuk, hogy az iráni szövetségesek ott vannak Libanonban, ott vannak Szíriában, ott vannak Irakban, olyan államokban, amik már közel vannak Izraelhez,
Így tehát őket is támogathatják, és mondjuk mi zárnák ki azt a forgatókönyvet, hogyha van iráni nukleáris fegyver, akkor ezt ne adnák át a Hezbollahnak például, ami már ugye Libanonban működik Izraeltől, vagy az Izrael szomszédságában. Tehát mindezek a folyamatok azt mutatják, hogy nem feltétlenül egy konvencionális háborúra kell gondolnunk, vagy nem csak az a forgatókönyv lehetséges, hanem az, hogy egy izraeli, libanoni viszony mérgesedik el, vagy Izrael ismét bevonul Libanonba, mint ahogy ezt tette korábban, vagy más lépésekre kényszerül Szíria vonatkozásában. Tehát mindezek az opciók ott vannak a napirenden. Én azt gondolom, hogy mindenképpen figyelnünk kell, hogy Izrael mit csinál. Nyilván az, hogy Izrael mit mond arra is, de a jelenlegi helyzetben azért megszokhattuk azt, hogy minden szereplő szeret egy picit nagyot mondani, ezzel is ösztönözve más játékosokat, hogy máshogy döntsenek, vagy változtassanak a stratégiájukon. Nyilván amikor az izraeli vezetők azt mondják, hogy mi mindenképpen támadni fogunk, hogyha meg lesz a megállapodás, az nem azt jelenti, hogy mindenképpen támadni fognak, hogyha meg lesz a megállapodás, hanem azt jelenti, hogy üzennek az Egyesült Államok felé, hogy ne kössék meg a megállapodást. Hát ez jó, az ukrajnai nukleáris fenyegetés után a Közel-Keleten is nukleáris fenyegetés réme épül föl, nem is csak a réme, hanem sajnos most már elég maga valóságában jelenik meg. És akkor itt van egy újabb kérdés az Egyesült Államok számára, hogyha ez a viszony ilyen töréspontra jut, akkor az Egyesült Államok mit csinál? Háborúba száll be a Közel-Keleten? Ezt nem hiszem, hogy megteszi. Igen, mindenki azt mondja, hogy ezt az Egyesült Államok el akarja kerülni, több okból kifolyólag. Az egyik az, hogy pont ezek miatt, az okok miatt, amit előbb megbeszéltünk, az iráni szövetségi hálózat miatt, ez már nem egy bármilyen amerikai iráni vagy izrael iráni háború, nem szószoros értelmében vett két állam háborúja lesz, hanem abba be fognak csatlakozni nem állami szereplők, és hát valószínűleg másik államok is. Ugye elég Szaúd-Arábiára gondolni, vagy elég az Izraellel való együttműködését folyamatosan mélyítő Egyesült Arab Emírségekre, Bahreinre gondolni, amelyeknek megvannak a maguk biztonságpolitikai aggályai Iránnal szemben. Tehát ezt az opciót szerintem mindenki el akarja kerülni, ez beláthatatlan irányokba mehet az Egyesült Államok számára, ugyanúgy, mint Irán és Izrael számára. Ez egyik ok, a másik ok pedig nyilván az, hogy az Egyesült Államok éppen Ukrajnára figyel, ha meg nem Ukrajnára figyel, akkor Kínára figyel, és nem akarja a Biden adminisztráció, hogy egy regionális konfliktus, amely igazából nem közvetlenül kapcsolódik a szuperhatalmi versengéshez, az lekösse az energiáit, erőforrásait és figyelmét. Ráadásul emlékezhetünk rá, hogy a Biden kormány úgy került hatalomra, hogy Biden még demokrata elnökjelöltként arról beszélt folyamatosan, hogy mit fog csinálni otthon, hogy hogyan fogja beindítani az amerikai, vagy újraindítani az amerikai gazdaságot, hogyan fog infrastruktúrát fejleszteni otthon, stb. És hát ebbe a képbe nem fér az bele, hogy az Egyesült Államok folyamatosan háborúzzon, illetve lekösse az erőforrásait külföldön. Ugye a balul sikerült afganisztáni kivonulás is egy évvel ezelőtt, az is arról szólt, hogy igazából az Egyesült Államok költségeket akar csökkenteni külföldön, és hát ebbe a költségcsökkentési folyamatban nem fér az bele, hogy egy ilyen hatalmas regionális háborút indítsanak. Ez azt jelenti nyilván, hogy az Egyesült Államok mozgástere az korlátozott, de azért van mozgástere. Nyilván a szankciókat már többet gyakorlatilag nem tud Iránra kivetni, tehát itt nagyon nagy mozgásra ilyen eszközöknek a bevetésére nincs, de hát katonai nyomásgyakorlás még lehetséges háború nélkül is. A perzsa öbölben sokan számítanak rá, hogy vagy az izraeli, vagy az amerikai haderő jelléte az növekedni fog, de ugyanígy lehet Szíriában, Irakban számítani arra, hogy megnövekedhet az amerikai jelenlét, annak ellenére, hogy nyilván az amerikai kormány szeretné csökkenteni a
a kitettségét a Közel-Keleten. Mindezek ugye elég aggasztóan kapcsolódnak azokhoz a tendenciákhoz, amiket például Irakban látunk, hogy ott a politikai elit elég erősen elkötelezett, amellett, hogy az Egyesült Államok hagyja el az országot, és ne állomásoztasson katonákat. Hát egyelőre még vannak katonák Irakban, de hát meglátjuk, hogy egy év múlva is lesznek. Oroszország ugye nagyon gyors kapcsolatépítésbe kezdett Iránnal. Ennek vannak katonai okai is, ugyanis teljesen világos, hogy Moszkva kezd kifogyni a fegyverekből, és már ott tart, hogy Észak-Koreától akar venni rakétákat, amikről a szakértők azt mondják, hogy hát ezek vala szovjet fegyverek voltak, aztán hát nem nagyon korszerű észak-koreai technikákkal nem is tudtak ezen a szinten, ezen a pár évtizeddel ezelőtti szinten túllépni, tehát itt nem az interkontinentális ballisztikus rakétákról van szó nyilván. A másik pedig az Irántól beszerzendő drónok, amik viszont amerikai fegyverekről való koppintások. Ez a kapcsolatépítés, ez bevonja-e Oroszországot ebbe a konfliktusba, aminek egyik főszereplője Irán? Hát igenis, meg nem is. Egyrésztről tehát az orosz-iráni kapcsolat az egy nagyon sokszínű kapcsolat. Nem szabad úgy tekintenünk rá, mint egy mindent felülíró szövetségre, amely gyakorlatilag az Egyesült Államokkal vagy Nyugattal szemben egy ilyen tömböt akar alkotni. Nem erről van szó, Iránnak egy együttműködő partnere Oroszország és Teheránban rengetegen támogatják a kapcsolatok mélyítését Oroszországgal, de mondjuk ennek a kapcsolatnak a gazdasági potenciája az messze alul maradt például a Kínával való kapcsolatépítés potenciájához képest. Irán számára nyilván Oroszország megkerülhetetlen partner ebben a tárgyalási folyamatban, hiszen Oroszország is aláírója volt a 2015-ös atommegállapodásnak, és ennek az új atommegállapodásnak is az aláírója lesz. Sőt, hát azt lehetett hallani még a múlt évben, hogy Oroszország konstruktívan vesz részt ebbe a folyamatba, és próbál kompromisszumos megoldásokat találni Irán és az Egyesült Államok között. Ugye Oroszországnak is igazából érdeke az, hogy Irán aláírja ezt a megállapodást, és vagy hát legalábbis a konvencionális logika azt mondaná, hogy Oroszországnak is érdeke az, hogy Irán aláírja a megállapodást, és Irán ne fejleszten ki nukleáris fegyvert. Nyilván az ukrajnai háború kitörése óta azért már kétszer-háromszor kell végig gondolnunk ezeket a megítéléseket, meg ezeket a percepciókat, hogy vajon Oroszországnak mi pontosan az érdeke. Kétségkívül mélyül ez a kapcsolat, de azért többször lehet látni azt, hogy főleg iráni részről, hogy azért nem szeretnének teljesen elköteleződni Oroszország mellett. Ugye ennek számos oka van, korábban elsősorban a nyugati gazdasági kapcsolatépítésnek az igénye volt, ez ma már egyre kevésbé igaz, bár kétségkívül az iráni vezetés számít arra, hogy legalábbis európai vállalatokkal valamilyen mértékben együtt tud működni, vagy legalábbis kereskedni. Másrészt ott van az a kérdés, hogy Oroszország nem mindig megbízható partner Irán számára. Gondoljunk csak arra, hogy most tavasszal, amikor már elméletileg majdnem sikerült megoldani a vitás kérdéseket a nukleáris megállapodással kapcsolatban, akkor egy ponton Oroszország volt az, amelyik felrúgta az asztalt, és elkezdett követelőzni, és gyakorlatilag megfenyegetni a tárgyaló partnereit, hogyha nem oldja fel nyugat a rá kivetett szankciókat, akkor nem fogják aláírni a nukleáris megállapodást. Tehát vannak ilyen kisebb problémák. Azt is lehet látni, hogy az iráni politikai vezetésnek nincs meg az a, hogy is mondjam, történelmi tudása az Oroszországgal való együttműködésről, ami kell ahhoz, hogy egy ilyen mély együttműködés jön létre. Ne felejtsük el azt, hogy Irán, amikor a jelenlegi iráni rezsim hatalomra került 1979-ben, akkor számukra a Szovjetunió épp annyira antipatikus hatalom volt, mint az Egyesült Államok, és 90 után se volt az, hogy hirtelen nagyon nagy barátok lettek volna. Itt lehet azt látni, hogy amikor Irán például
például engedélyezte egy pár éve, hogy az oroszok használják az egyik támaszpontjukat iráni földön, akkor a lakosságon is lehetett érezni, ott, hogy elégedetlenek ezzel, nem bíznak az oroszokban, nem akarnak állandó orosz jelenlétet az országban. És ráadásul még ezt hozzá lehet azt is tenni, hogy ugyan mindkét ország támogatja Szíriában az Assad rendszert, az Assad kormányt, azért mindketten versenytársként tekintenek a másikra a gazdasági erőforrások kiaknázásában. Tehát rengeteg az érdek az együttműködésre, de rengeteg az érdek a versengésre és a két fél viszonylatában, amiből még nem látjuk pontosan, hogy stratégiai szinten mi jön ki a nyugat számára. És hát akkor nézzük az iráni belső helyzetet, mennyire nagy a nyomás a vezetőkön. Ugye egy diktatúráról beszélünk, még ha egy teokratikus diktatúra is ez, vagy éppen annál rosszabb, mindegy, amelynek megvan a maga belső hadereje, ez az iráni forradalmi gárda, ami hasonlóan egyébként más közel-keleti vagy ilyen nagyon erősen diktatúrus országú gyakorlatához nem egyszerűen haderőt jelent, hanem egy gazdasági államot is mögötte. Tehát a forradalmi gárdának gyárai vannak, földjei vannak, termel magának, elad, kereskedik, stb. Tulajdonképpen versenytársa az államnak, de az állam a szövetségben működik. Mekkora érdek fűződik az iráni társadalomban ahhoz, hogy ez az alku létrejöjjön? Papíron nagy és számos érdek fűződik ehhez, hiszen a szankciók feloldásával egy kis levegőhöz jutna az iráni gazdaság, csökkenne a magas munkanélküliség, valószínűleg még az infláció is alacsonyabb lenne, erősebb kereskedelmi tevékenység tudna zajlani, és egyes termékek, amikből vagy hiány van, vagy pedig nagyon magas az ára, az elérhetővé válna a lakosság szélesebb rétegei számára. Ugyanakkor az iráni vezetés bebizonyította az elmúlt években, hogy azért tudja kezelni ezt a nyomást. Igazából a Biden adminisztrációnak is az egy stratégiai hibája volt szerintem, hogy amikor hatalomra jutott tavaly, akkor úgy gondolták, hogy Irán pont ezeknek a gazdasági okok miatt ki van éhezve arra, hogy megállapodjon a nyugattal, és ezért úgy kezelték Iránt, mint amelyik biztos, hogy meg akar állapodni. Hát kiderült, hogy ez nem így van, eltelt másfél év a tárgyások kezdete óta, és még nincs egy aláírt dokumentum. Hát azt gondolom, hogy úgy kell kezelnünk ezt a társadalmi nyomást, ami csak korlátottan érinti a döntéshozóknak a döntését és viselkedését. Igazából amit láthatunk az, hogy az iráni belpolitikában a viták a nukleáris megállapodással kapcsolatban azok egyre kevésbé intenzívek, egyre inkább látható az, hogy az a mérsékelt irány, vagy az a mérsékelt oldal, amelyik azt mondta, hogy a nyugattal való együttműködést az mélyíteni kell, az gyakorlatilag eltűnt, vagy nagyon visszaszorult. Igazából nem bíznak a nyugatban, nem bíznak az Egyesült Államokban, nem bíznak az európaiakban, hogy bármilyen nyomást tudnak gyakorolni az amerikaiakra, vagy pedig, hogy az európai cégek befektetnének Iránban. Éppen ezért gyakorlatilag az iráni döntéshozók szempontjából nincs alternatíva, csak az, hogy Kínával fokozzák az együttműködést, részben Oroszországgal fokozzák az együttműködést, illetve más ázsiai hatalmakkal fokozzák az együttműködést. Igazából ebben a rendszerben nincs szükség erre a nukleáris megállapodásra, hiszen Kínával lehet kereskedni akkor is, hogyha ezek a szankciók életben vannak. Nyilván nehezebb. Nyilván mondjuk el kell rejteni az olajszállítmányokat, el kell csempészni valószínűleg Dubajon keresztül nemzetközi vizekre, és utána elvinni Kínába, de hát azt látjuk millió statisztikából, millió adatból, hogy az iráni olajexport az nem állt le, és ugyanúgy működik a Kínával való kereskedelem, mint a szankciók előtt. Tehát azt gondolom, hogy ezek megoldhatóak, nem egy élet-halál kérdés az iráni vezetés számára, hogy ezt a megállapodást aláírják, és ugyanúgy kihúznák a következő éveket a megállapodás nélkül, mint hogyha aláírják megállapodást. Hát ráadásul a kínai szállítmányokat nem is nagyon kell dúdosni, mert Kína teljesen nyíltan kötött, nem is tudom, tavaly vagy tavaly előtt egy olyan egyezményt Iránnal, hogy sok-sok-sok 100 milliárd dollár értékben vesz tőle olajat.
És ez hát igen, de az egy, bocsánat, hogy közvágok, az egy keretegyezmény volt, amiben nem voltak konkrét számok, konkrét adatok, tehát azt még az amerikaiak nem tudták volna szankcionálni, de azért a kínaiak is megoldják azt, hogy ne szankcionálják őket az Iránnal való együttműködés miatt. Hát a kínai szállítótársaságokat, ugye? Erről van igen, szó. Igen. Ez a mérték, amiről mondta, hogy az olajszállítások tulajdonképpen folytatódnak, az azért megközelíti a szankciók nélküli világban eladható olajmennyiségét? Nem, nem közelíti meg. Pontos adatok nyilván nem állnak rendelkezésre, és csak sejtések vannak, de ez mindenképpen visszaesett. Ráadásul paradox módon azt is láthatjuk, és egyébként ez még egy ok arra, hogy az iráni-orosz kapcsolatban a feszültségeket ne felejtsük el, hogy az ukrajnai háború kitörése óta igazából a Kínába irányuló iráni olajszállítmányoknak a mértéke az csökkent, tehát Irán kevesebb olajat tud adni most Kínának, mint a háború előtt, és hát ennek az az oka, hogy Kína jó barátjaként Oroszországnak az orosz olajat próbálja megvenni, és ez kezdi kiszorítani az iráni olajat Kínából, a legnagyobb felvevő piacából, ami nyilván aggasztó az iráni vezetés számára. Megint csak pontos adataink nincsenek erről a folyamatról, de rengeteg indikátora van, hogy ez teljesen történik, és hát ez egy problémás helyzet most Irán számára is. Ráadásul ugye az orosz olajat olcsóbban lehet megvenni, mint a... Így van. És közelebb is van a kiépített vezeték, tehát a vezetéken jöhet, és nem kell még hajókat bevetni. Hát, így van. Így hát van. Akkor ez a viszony gyorsan megromolhat, gondolom én, ha ez így folytatódik. Igen, hát most nyilván érdeke mindkét félnek, hogy stratégiai lebegtessék azt, hogy milyen szorosan együttműködnek, de hát ennek megvannak a maga korlátjai. Másik oldalról viszont nyilván nem szabad bagatellizálni ennek a kapcsolatnak a jelentőségét sem. Most, hogy én európai döntéshozó vagyok, és látom azt, hogy az Oroszországnak való energetikai kitettsége az milyen komoly problémákat okozott, én biztos, hogy nem akarnám, nem rohannék oda, hogy ezt a kitettséget gyorsan iráni kitettségre cseréljem, hiszen mi akadályozna meg Iránt abban, hogy ha megszületik a megállapodás, nem tudom, novemberbe bejelentse, hogy hoppá, mégsem fogunk olajat szállítani Európa számára, hiszen a szövetségesünkkel szemben szankciókat létesítettek. Tehát itt azt gondolom, hogy itt van egy zsarolási potenciál Irán részére ugyanúgy, vagy Irán részére ugyanúgy, mint ahogy Oroszországgal volt eddig. Én nem bíznám rá az európai energiabiztonságot Iránra. És akkor nézzük végül az unió érdekét egyáltalán, mert említette, hogy a szerződés az atomalkoz igazából nem szűnt meg Amerika kilépésével, bár okafogyottá vált, mert a legerősebb partner távozott belőle, de a többi ott maradt benne. Mi az, amit az európaiak egyáltalán tehetnek, és minek az érdekében? Tehát valóban olyan jelentős olajszállítások indulnak el, és olyan áron Iránból, amire Európának mindenképpen számítania kell, és hát mondjam, még időben odaérnek. Hát igen, nyilván a brüsszeli szempont elsősorban ez, akár az Európai Bizottságnak a ügyeseivel beszél az ember, de az Európai Parlamentben is azt lehet látni, hogy van egy támogatottsága a nukleáris megállapodás mögött, elsősorban ebből a szempontból, másodszorban pedig ott van az a szempont, hogy az Európai Unió alapvetően nem érzi magát fenyegetve Irán részéről, és úgy érzi, hogy ideje lenne már megoldani ezt a problémát. Hát nyilván azt láthatjuk, hogy az európai külkapcsolati struktúra az eltér az amerikaitól, tehát itt látható azért az elmúlt években az, hogy az Európai Unió vezetése sokkal kevésbé nyitott arra mondjuk, hogy az izraeli biztonságpolitikai aggályokat befogadja, mint a döntéshozók Washingtonban, és épp ezért annyira azért nem aggódnak azon, hogy mi lesz, hogyha Irán fölbátorodik a térségben. Emiatt az ára is kisebbnek tűnik egy ilyen megállapodásnak, mint az Egyesült Államok számára. Tehát ezt akarja Európa, azt hogy ezt hogyan tudja elérni, azt nehéz megmondani. Korábban az iráni vezetés, még azután, hogy Donald Trump elnök kilépett a megállapodásból, úgy gondolták, hogy majd Európa segíteni fog abban, hogy Washingtonra nyomást
helyezzen és sikerüljön vissza édesgetni az Egyesült Államokat a megállapodásba. Hát ma már tudjuk, hogy ez teljesen sikertelen volt, és Európa nem tudott semmilyen nyomást helyezni se a Trump adminisztrációra, se a Biden adminisztrációra igazából. Ezen túl az Európai Uniónak elsősorban diplomáciai eszközei vannak. Ugye most nyáron például az Európai Unió volt az, amelyik újra életet lehelt a tárgyalási folyamatban, amikor egy ilyen kompromisszumos szöveget nyújtottak be az Egyesült Államok és Irán számára, és egészen augusztus végéig úgy tűnt, hogy ez lesz majd az a kompromisszumos megoldás, amelyik áttörést jelentett a tárgyalásokban. Ugye most már sokkal kevésbé optimisták a szakértők, azt mondják, hogy ismét elindult a pingpongozás az Egyesült Államok és Irán között, hogy ezt változtassuk, azt változtassuk. Ebben a helyzetben Európa is csak figyeli, hogy mi történik. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. További jó reggelt! Köszönöm szépen, kellemes napot kívánok! Minden jót.